Évről évre számos saját járműütközés, súlyos sérüléses baleset, több millió forint értékű anyagi kár figyelmeztet arra, hogy járművezetőinknek a közúti közlekedés szabályait nem csupán megismerniük, de mindennapi munkájukban állandóan alkalmazniuk is kell. A villamos, bár kötött pályás jármű, közúton közlekedik. Ezért a közúti jelzések utasításai a villamos vezetőkre is kötelezőek. A forgalomirányító fényjelző készülékek mellett a villamos forgalmát, továbbhaladási irányát, külön fényjelző készülékek, a holdfényjelzőt is meghatározzák. Forgalomirányítására szolgáló fényjelző készülékek együttes működése esetén a villamos vezetőjének mindenkor a holdfényjelző jelzéseit kell figyelembe vennie, még akkor is, ha a közúti forgalomirányító fényjelző készülék az egyéb közúti járműveknek más utasítást adnak. Az adott forgalmi csomópontok sajátosságainak megfelelően ezek a berendezések alkalmasak arra, hogy bármely lehetséges irányban szabad jelzést biztosítsanak a villamos forgalom számára. Olyan nagyforgalmú kereszteződésekben, ahol a villamospálya keresztezi a közutat, külön a villamos áthaladásának biztosítására két lámpával álló fényjelzőkészülékeket, úgynevezett fedező lámpákat is alkalmaznak. Ezek tilos jelzése a közúton közlekedő egyéb járművekre vonatkozik. A villamos áramszedője által változtatott jelzésképeket a villamos vezetője számára az ellenőrző lámpa igazolja vissza. Ennek működéséről a villamos vezetőjének a keresztező közúton való áthaladás előtt mindenkor meg kell győződnie. A közúton haladó egyéb járművek számára csak a villogó sárga fény jelent szabadot. A folyamatos sárga és a piros jelzés már áthaladási tilalom. A nagyobb biztonság érdekében a villamos ellenőrző lámpája csak a piros fényjelzéssel egyidejűleg gyullad ki. Előfordul, hogy egyes járművek figyelmetlenül túlhaladnak a tilos jelzésen, így annak változó jelzésképeit már nem is képesek felfogni. Ezért a villamos vezetője arról is tartozik meggyőződni, hogy a többi közúti jármű vezetője valóban figyelembe vette-e a fedezőlámpa tilos jelzését. Még a működő közúti fedezőjelző mellett sem haladhatnak el 15 km per óránál nagyobb sebességgel. Előfordulhat, hogy valamilyen műszaki hiba miatt a fedezőjelző nem vált át tilosra. Ilyenkor fokozott óvatossággal, maximum 5 km per óra sebességgel szabad a villamosnak áthaladnia. Amennyiben a fedezőjelző egyáltalán nem működik, a KRESZ ide vonatkozó általános szabályai érvényesek. Ilyenkor a villamosvezetőnek sokfelé kell megosztani a figyelmét. A partnerek segítségére sem mindig számíthat, főleg nem csúcsidőben, ezért fokozott óvatossággal és türelemmel kell áthaladnia a kereszteződésen, éberen vigyázva a személy és vagyonbiztonságra.
villamosok egymáshoz viszonyított elsőbségét és biztonságát külön vasúti fényjelzőkészülékek szabályozhatják. Ebben az esetben a forgalmi kocsi számára biztosít a lámpa elsőbséget a végállomásról kiindulni szándékozó villamossal szemben. A vasúti fényjelzőkészülékekkel egyes végállomásokon mindkét irányból érkező jármű képes áthaladását a másikkal szemben biztosítani. Sohasem hagyatkozhatunk azonban csupán a műszaki berendezések jelzéseire. Mindig meg kell győződnünk szabad áthaladásunk tényleges lehetőségéről. Elromlott berendezések gyakran okoztak már súlyos baleseteket. A csomópontokban bármilyen okból a forgalomirányító fényjelzéseket kikapcsolták, vagy azok nem működnek, rendőr irányítja a forgalmat. A forgalomirányítás egész rendszerében a legmagasabb értékű a rendőr általi irányítás. A rendőr utasításait minden járművezető, értelemszerűen a villamos vezetője is, tartozik azonnal végrehajtani. Ez még akkor is érvényes, ha a forgalomirányítás összes berendezései hibátlanul működnek. Városban egyre ritkuló körforgalom általános szabályai ismertek. A körforgalmat keresztező villamosnak abszolút elsőbsége van minden egyéb járművel szemben, kivéve a jelzéseit használó megkülönböztetett gépjárműveket. Körforgalomba különböző irányokból behaladó villamosok egymás közötti elsőbségére a jobbkéz szabály érvényes. Ennek megsértése súlyos saját jármű összeütközésekhez vezethet. Ugyanígy hibás, ha a jobbkéz felől érkező jármű vezetője indokolatlanul lemond elsőbségéről és ezzel bizonytalan, tehát balesetveszélyes helyzetet teremt. A jelzőtáblával védett útvonalakon haladó közúti járműveknek még a villamossal szemben is elsőbségük van. Ezt a megállóból kiinduló villamos is köteles megadni, függetlenül attól, hogy a le- és felszállás esetleg már rég befejeződött. Az elsőbséget szabályozó jelzőtáblát, amennyiben magasabb értékű forgalomirányítás nincs, mindenkor kötelező érvényűek. Figyelmen kívül hagyásuk veszélyhelyzetet teremthet.
előfordul, hogy a villamosvágányok az úttest közepéről annak szélére, illetve az úttest széléről a közép felé térnek el. Az ilyen vágányszakaszokon való áthaladás menetirányváltoztatásnak minősül. Az előnyt itt határozottan, egyértelműen kell megadnunk, különben megtévesztjük közlekedő partnereinket. A villogtatással adott jelzések félrevezethetnek, ezért mindig adjuk meg az előnyt. Ilyenkor egyértelműen az egyenesen haladóknak van elsőbségük a menetirányát megváltoztató villamossal szemben. Ezekben a helyzetekben különösen fontos a jól beállított visszapillantó tükrök használata. Természetszerűen ugyanaz a szabály érvényes akkor is, ha a villamos az úttest széléről a középvonal felé halad. Szükség esetén meg is kell állnia, és csak akkor haladhat tovább, ha minden módon meggyőződött arról, hogy menetirányváltoztatása veszélytelen. Nagyon ritkán előfordul, hogy a villamosnak igen keskeny útvonalon az egyéb közúti forgalommal szemben kell haladnia. Ilyen útvonalakon maximálisan 30 km/órára korlátozott a villamos sebessége, és a forgalmi helyzettől függően szükség esetén meg is kell állnia. A villamos útvonalát gyakran keresztezik kijelölt gyalogos átkelőhelyek. Ezeket úgy kell megközelíteni, hogy lassítással, szükség esetén akár megállással is biztosítsák a gyalogosok áthaladási elsőbségét. Amennyiben az egyéb járművek a gyalogos átkelőhely előtt megálltak, függetlenül attól, hogy a villamosvezető észlelie a gyalogos jelenlétét, ő is köteles megállítani járművét. Még úgynevezett zárt pályás szakaszokon is előfordul, hogy a villamos útvonalát gyalogos átkelőhely keresztezi. Erre is számítani kell. Zárt pályát közút is keresztezhet. Ilyenkor a villamosnak különös óvatossággal kell az adott pályaszakaszokon áthaladnia. Különös tekintettel arra, hogy a közúton haladók, észlelve, hogy a villamos megállóban tartózkodik, keresztezik a villamos pályáját, akár még a le- és felszállás befejezése után is. Egyértelmű viszont, hogy a pályaudvarról kiálló villamos mindenkor köteles elsőbséget adni az útvonalát keresztező közúti járműveknek, ha csak más, magasabb rendű jelzéssel nincs biztosítva a kihaladása.
Esetenként a villamos zavartalan kihaladását jelzőőr biztosíthatja a napszaknak megfelelő közúti jelzőeszközökkel. Különös óvatosságot követelnek azok a kereszteződések, ahol a villamos pályáját vasúti pálya keresztezi. A legtöbb személyi sérülést és a legnagyobb anyagi kárt a vasúti szerelvényekkel való ütközések okozzák. A villamosok egymás közötti elsőbségére is érvényesek a KRESZ általános szabályai. Amennyiben két vagy több villamos egyszerre érkezik az egyenrangú útkereszteződéshez, annak van áthaladási elsőbsége, amelyik jobb kéz felől érkezik. Amennyiben a közút forgalmát elsőbségadási tábla védi, a helyes áthaladási sorrend a következő. Elsőnek a keresztező közúton közlekedő járművek haladhatnak át. Másodiknak a jobbról érkező másik villamos, és csak utolsónak a kereszteződésbe bal kézről érkező villamos. Ha egyéb közúti forgalom nincs, a két villamos áthaladási sorrendjét egyértelműen a jobbkéz szabály határozza meg. A kocsiszínből kiálló villamosok mindig elsőbséget kell, hogy adjanak a forgalmi vágányon haladó járművek részére. A két forgalmi vágányon haladó villamos áthaladási elsőbségét a villamosok közötti általános elsőbségi szabály határozza meg. A villamosok közti általános elsőbségi szabály kimondja, hogy egymáshoz közel fekvő vágányokon, csúccsal szemben fekvő összekötő vágánynál két ellenirányban közlekedő villamosnak találkoznia nem szabad. Ha mégis egyszerre érkeznek, a város középpontjából kifelé haladónak van áthaladási elsőbsége. Thank you.
Esetenként a villamos vezetőjének le kell mondania elsőbbségéről. Nem ritkán fordul elő, hogy egyes felelőtlen partnerek akadályt észlelvén az úttes széléről jobbról a szabályosan haladó villamos elé váratlanul behajtanak. A villamos vezetője, ha idejében észleli az akadályt, és visszapillantó tükréből a közeledő járművet, az ilyen esetek lehetőségére idejében felkészülhet. Hasonlóan fel kell készülni a még veszélyesebb balról történő előzésekre, amikor a villamosvágányok az úttest közepén vannak elhelyezve. A körültekintően és előrelátóan közlekedő vezető a szembejövő jármű helyzetéből is felismerheti a veszélyt. Még a jelzőtáblával védett útvonalon haladó villamosvezető is számíthat arra, hogy az elsőbségadás kötelező táblát figyelmen kívül hagyva egyesek veszélyeztethetik a villamos forgalmát. A villamos vezetőjének elsőbségi helyzetben is mindent el kell követnie, hogy az összeütközést elkerülje. Az érvényben lévő közúti közlekedési szabályok semmilyen külön előnyt nem biztosítanak a villamosoknak a többi közúti járművel szemben. Így a kötött pályán haladó villamosok vezetőinek még nagyobb figyelemmel, körültekintéssel és előrelátással kell vezetniük járművüket. Ezt nem csupán a szabályok, de saját és utasaik biztonsága is megköveteli tőlük.